1895-ben egy dél-magyarországi faluban született Moholy Nagy László, a nagy szellemi és technikai újító, világhírű magyar művész. Az első világháború utáni kulturális és politikai forrongásban bontakozik ki alkotói tehetsége Budapest aktivista művészeti közegében. 1923-ban Walter Gropius hívására a Bauhaus legfiatalabb professzora lesz, olyan kollégákkal, mint Kandinsky vagy Klee. Közben alkot, kísérletezik, fényképez, fotogramokat készít, majd politikai nyomásra elhagyja Németországot. A következő pár évben reklámgrafikákat készít, díszletet tervez, és növekvő érdeklődéssel fordul a film felé. 1937-ben Chicagóban New Bauhaus néven iskolát alapítanak. Gropius javaslatára Moholy Nagyot kérik fel az igazgatói posztra. Az iskola egy év működés után anyagi gondok miatt bezár. Moholy Nagy azonban nem adja fel. Újult erővel nyitja meg a Chicago School of Design-t. Az iskola 1944-től Institute of Design néven működik, és a mai napig képviseli a Bauhaus szellemiségét és az első igazgató szenvedélyét a kreativitás és kísérletezés iránt. Moholy 1946-ban bekövetkezett haláláig a tanítás mellett folyamatosan alkot. Ma a világ legnevesebb múzeumai szentelnek kiállítást életművének. Látás mozgásban című művét egészen a 70-es évekig tankönyvként használták a művészeti felsőoktatásban. Bár munkássága hazájában csak évtizedekkel halála után vált ismerté, az utókor gondoskodik arról, hogy teljesítménye és személye felejthetetlenné váljon. 2006 óta az ő nevét viseli a 140 éve alapított budapesti Moholy Nagy Művészeti Egyetem.